Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható január hónapban a szűz jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a kivetésnél. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a havi jóslást, akkor az személyes, a díjam 4000 forint. Mielőtt mutatnám, hogy mit mutatnak a képek, kitérnék az asztrológia területére. Én az indiai asztrológiával dolgozom. Ez egy más számítás, de ez egy nagyon-nagyon precíz számítás. Kétú, az a lefele mozgó kármikus csomó, utal a múltra, utal érzelmekre, vagy egy spirituális területre. Ez a kármikus csomó, ez év novemberétől, tehát 2023 novemberétől 2025 áprilisáig a szűz jegyében mozog. És ez a mozgás kivált kármikus témákat a szűz jegyében születetteknél. Itt a múltról van szó, emlékekről, érzelmekről, esetleg egy spirituális területről van szó. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. Ez a férfi utal a lelki társadra, vagy jelenti a férfiakat. Itt egy vonalban vagytok, és ez azt jelenti, hogy megvan a kapcsolat kettőtök között. De itt van ez a bíróság, ez lehet egy bírósági ügy is, de lehet olyan helyzet, ami igazságtalanul ért téged. Lehet, hogy ő sértődött meg, mert úgy gondolja, hogy nem bízol meg benne, nem hiszed azt, hogy ő ártatlan vagy hűséges, és ő úgy véli, hogy ez igazságtalanul érinti őt. Mindketten itt a kivetés szélén vagytok. A különbség az, hogy ez a hölgy tekint a kártyák felé. Viszont ez a férfi eltekint a kártyáktól, és azt jelenti, hogy számára minden olyan sok. A legszívesebben elrohanna az események elől. Sőt, itt látható egy hamis nő a háttérben, ez lehet a vállás, vagy egy bírósági ügy, holott a gyermek az azt jelzi, hogy ez a férfi ártatlan. De vannak nála most igazságtalanságok. Ha te egy hölgy vagy, akkor ezzel a kártyával vagy egy vonalban, ez a könyv jelentheti a zárkózottságodat, vagy a tudást, a tanulást. Ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy, a gyermekek szerencsét hoznak, vagy lesz egy új kezdet, ez lesz egy szerencsés fordulat. A gondolataidban itt vannak a barátságok, a tudás, vagy egy ajándék. Persze azt is jelenthetik a képek, hogy egy barát vagy egy barátnő ajándékoz neked egy könyvet, vagy azt is jelentheti, hogy a baráti körben valaki eltitkol előled valamit. Az ő gondolataiban ezek a kártyák vannak, itt vannak igazságtalanságok, holott a gyermek jelenti az ő ártatlanságát, de lehet, hogy ő zárkózott volt, és emiatt mások úgy vélik, hogy ő eltitkolt valamit. Ő gondol rád, itt megvan a hűség, lesz egy kellemes meglepetés, sőt, látható, hogy útban van hozzád. Itt ezek a kártyák összefüggnek vele, lesz egy új kezdet, egy új irány, és pontosan ez a terve, ez a gondolata. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét szeptember hónapban itt látható. Itt vannak távoli tervek.
lesz mozgás, előre mennek az események, lesz nyeremény. A fa jelenteti a gyógyító erőt, vagy a biztonság érzetét, ahol le tudtok gyökerezni. És pontosan ez az ő gondolata, ez az ő terve. Lesz egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék. Ez lehet egy könyv, vagy az is lehet, hogy itt lesz egy továbbképzés. Itt vannak a barátok, a kutya jelenti az ő hűségét is. Amit a képek még jelenthetnek, hogy a baráti körben valaki zárkózott, vagy eltitkol előled valamit. Második hét, január hónapban, itt látható a szerelem, az ártatlanság, a fiatalos kisugárzás, egy új kezdet, találkozás, szerencse, nyeremények, mindez útban van hozzád, tehát légy magabiztos, legyen meg ez a hited. Harmadik hét, január hónapban, itt látható. Így felülről kellene átvizsgálni mindent, itt vannak távoli tervek, ez kihat az otthonra, a családra, itt megvannak a kapcsolatok, szerződések, kisüt a nap, megvilágít valamit, itt látható a nyilvánosság, és lesz egy új kezdet. De látható ez a bírósági ügy, hogy ott lesz egy fordulat, és minden jóra alakul, vagy ez a bíróság itt jelenthet egy olyan helyzetet, ami igazságtalan volt eddig, holott itt látható az ártatlanság. De az is lehet, hogy a gyermekek miatt van itt ez az igazságtalanság, és itt a hamis nő a háttérben, lehet a gyermekek anyukája is. Utolsó hét, január hónapban itt látható. Mindkét ház jelenti az otthont, a családot, a környezetet, vagy egy ingatlant, például külföldön. Itt lesznek kereskedelmi kapcsolatok, utazások, de ebben a helyzetben még valami átláthatatlan, és ezt el kellene halasztani, ezt az utazást, vagy ezeket a kereskedelmi kapcsolatokat, majd úgy fél éven belül lesznek szerződések és szerencse. Jelenleg még itt van a hamisság a háttérben, azon kívül ez a férfi elfordul a dolgok felől. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!